Már szinte alig látni kombájnokat az utakon, ebből is gondolhatjuk, hogy véget ért az aratás. A száraz időjárás csak a betakarítási munkálatoknak kedvezett. A termények azonban a legtöbb helyen megsínlették a csapadékmentes, telet tavaszt és a perzselő nyarat. Vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke, ennek ellenére úgy nyilatkozott, összességében sokkal jobb eredmények születtek, mint amikre számítottak. Az őszi árpát 18.500 hektáron arattuk le, 6,72 lett a tonna per hektár lett a megyei terméseredmény, de találkoztak a kollégák 9,5 tonna per hektárral és 4 tonna per hektáros terméseredménnyel is. Az őszi káposztarepcét 11.200 hektáron aratták, másfél és 4,5 tonna per hektár közötti eredmények születtek Tolna megyében. Ezek olajtartalma 40% körüli, ami jó minőségűnek számít. A búza betakarítása 43.600 hektáron zajlott az idén, a megyei átlag 6,6. A gyengébb termőképességű aszály sújtotta területeken, a május 25-én jégveréssel érintett területeken, valamint a megye keleti és déli részén realizálták a gazdák a leggyengébb terméseredményeket. Ennek ellenére többnyire jó minőségű búzát arattak a gazdák, 14-15%-os fehérje és 30-32-es sikértartalmú termény került a tárolókba. Összességében tehát az idei év jó közepes termést hozott a megyének. A kukorica és a napraforgó aratása azonban még vissza van, itt nem számítanak már ilyen jó eredményekre.